Čo potrebujeme k tomu, aby naše herbicídne ošetrenie bolo dokonalé? K tomu potrebujeme tri veci. Kell nekünk hatékony hatóanyag, ami a gyomokat elpusztítja. Ezt a hatóanyagot egyenletesen ki kell juttatni a növényekre, a gyomokra, és a gyomirtószernek be kell jutni a levél szöveteibe. Takže potrebujeme k tomu vynikajúcu účinnú látku. Túto účinnú látku potrebujeme nastriekať rovnomerne na naše porasty a potrebujeme, aby sa táto účinná látka dostala do rastlinných pletív. Ez az első kérdésről nem kívánok beszélni már a hatékony gyomirtószerről, hiszen a Stellárt ismerik. Mai témánk az a kijuttatás technika, illetőleg a levélbe való bejutásnak az elősegítése. O Stellári teraz nebudem rozprávať, lebo väčšina z vás pozná Stellár. Teraz práve sa budeme venovať téme aplikácie prípravku a vhodného penetrantu k tomuto prípravku. Ahogy az ábrán is látják, különböző szórófejeknek különböző csepp méretei vannak jellemzően megfelelő nyomáshoz állítva. Ako vidíte na tomto obrázku, tuto prezentujeme dve trysky, každá tryska ináč pri iných tlakoch nám robí iné veľkosti postrekovej kvapaliny. Nekünk a közepes és finom csepp méret az, ami igazán jó a posztemergens gyomirtáshoz, az állomány kezeléshez. Na postemergentnú aplikáciu sú najlepšie práve tie hrubé, alebo nie hrubé, ale jemné a stredné trysky alebo kvapky postrekovej látky. Ezt a légbeszívásos szórófejekkel nem lehetetlen elérni, viszont nagyon oda kell figyelni, hogy akkor magas nyomást, 6 bar fölötti nyomást kell alkalmazni. Dokážeme dosiahnuť tieto malé kvapky aj s protiuletovými tryskami, lenže tam musíme zvýšiť tlak. A klasszikus szórófejekkel már jóval alacsonyabb nyomásokon is el tudjuk érni a közepes és kis cseppméretet. S klasszikus tryskami aj pri nižších tlakoch dokážeme vytvoriť jemné alebo stredné jemné kvapky. A következő ábrán azt láthatjuk, hogy a különböző szórófej típusoknak milyen jellemző szórásképük van. Na tomto obrázku vidíme, že ktorá tryska jak pokrýva. Tento obrázok bol robený na javom papieri a vidíte, že ktorá tryska jaké kvapky robí. Ugye a légbeszívásos szórófejnek fej nagy cseppeket ritkán tesz le a levélre, és itt megvan az a veszély, hogy vékony levelű gyomokat nem találunk el. Jak ukazoval, s tými protiuletovými tryskami vytvárame väčšie kvapky a potom hrozí nám riziko, že niektoré buriny, ktoré majú úzke listy, ani netrafíme alebo nedokážeme pokryť. Véletlenül se szeretnék a légbeszívásos szórófejek ellen beszélni, de mindenki olvassa el a gyári ajánlást, már a gyártók ajánlását, ott megtalálja, hogy milyen nyomásnál milyen cseppméretet ér el. Že nemá proti úletovým tryskám nič, len musíte vždycky prečítať návod na použitie, že pri akom tlaku dokážete vytvárať jaké veľkosti kvapiek. Ugye az előbbi képen azt láttuk, hogy a cseppek nagyon szépen meglátszottak a lapon. Ez úgynevezett vízérzékeny papír volt, ezt elég nehéz beszerezni, és nem is olcsó, viszont nagyon jó, hogyha ellenőrizzük mi saját magunk a szórófejeinket, aminek a legegyszerűbb módja az, hogy bármilyen színűre kinyomtatunk egy tintasugaras nyomtatóval egy lapot, és gyönyörűen meglátszanak rajta a cseppek. Na predchádzajúcom obrázku bolo vidieť, že tie kvapky, ak pokrývajú
ten PR papier, ktorý veľmi ťažko, k čomu sa veľmi ťažko dostanete, a je to aj druhá drahá záležitosť, ale na tomto vidíte, že keď zoberiete papier z obyčajnej atramentovej tlačiarne, tak s týmto papierom viete skontrolovať funkčnosť vášho postrekovača a trísiek. A szórásgép és a cseppméret után most térjünk át a gyomirtószer levélbe való bejutására. Takže po tých tryskách teraz prejdeme na listovú plochu. Ugye az iskolában megtanultuk, hogy hogy néz ki egy levél felépítése a viaszrétektől egészen a sejtfalig. V škole sme sa naučili, z čoho sa skladá list, od vrchnej voskovej vrstvy až po bunkovú membránu. A következő képen azt fogjuk látni, hogy mi okoz nekünk nehézséget a gyomirtószer levélbe juttatásánál. Takže na tomto obrázku budeme vidieť, že čo nám bráni, alebo čo bráni tej účinné látky, aby sa dostala až po tú bunkovú membránu. A képen látható fehér libatok vagy kenopódium album láthatólag a szárazságban annyira megvastagította levelén a viaszréteget, hogy szinte fehér gömböket látunk, hogyha ezeket kinagyítjuk, akkor még szembetűnőbb a dolog. Na tomto obrázku vidíme, že mrlík bielý aj dôsledkom sucha si vytvoril na liste hrubý voskový povlak, a ten hrubý voskový povlak vyzerá zblízka takto. Sú to guličky. Könnyű belátni, hogy ezen egy vízbázisú permetlével nagyon nehéz átjutni. Takže hovoril, že cez tieto guličky veľmi ťažko, alebo cez tieto guličky obyčajná postrieková kvapalina rozpustená vo vode veľmi ťažko sa dostane. A következő nehézséget a levelek szűrözöttsége okozza. Itt egy köles, tehát egy pánikumot látunk. Ezen fönt tudnak akadni a gyomirtószer cseppek, ha nincsen megfelelő adjuvás mellett. Takže na tomto ďalšom obrázku vidíme proso, a práve že na proso je zase má husté ochlpenie, a na tomto ochlpení sa dokážu uchytiť kvapočky postrekovej látky a nedostanú sa do rastliny. Ebben az esetben a felületi feszültséget kell nekünk beállítanunk ahhoz a gyomirtószer kombinációba, hogy ne álljon meg a tetején a csepp, hanem szépen terüljön el a felszínen. Pri týchto podmienkach alebo pri ochlpení musíme znížiť povrchové napätie, aby sa tá postrieková látka dostala do burín. Ezen a képen kukoricát látunk, hogy nem szeretjük látni szárazságban, amikor összecsavarodik a levele és furujázik. Hát a gyomok ugyanerre képesek, és ezáltal nagyon kis felületet adnak arra, hogy eltaláljuk őket gyomirtószerrel. Na tomto obrázku vidíme kukuricu tak, jak ju nechceme vidieť, ale bohužiaľ každý rok sa nám to stáva. Rastlina takto reaguje na sucho, stočia sa listy, ale nie len kukurica dokáže stočiť listy, ale aj buriny. A keď aj buriny majú stočené listy, tak veľmi ťažko zasiahnete s tou postrekovou kvapalinou. És a szárazságban ráadásul ezek a levelek viaszosak is, tehát még azt is át kell törni. A dokonca nie, že má burina stočené listy, ale na týchto listoch sa tvorí ešte hlubšia vosková vrstva a cez tú voskovú vrstvu sa musíme dostať do rastliny. Ezt a hosszú listát nem kell végigolvasni, csak azért tettem fel, hogy egy kis ízelítőt adjak abból, hogy mennyi féle gyomirtószer, adalékanyag, adjuváns van, és milyen különböző célokkal használjuk ezeket.
Tento zoznam netreba ani prečítať, len kvôli tomu sme zaradili, aby ste videli, že koľko firiem, jaké zmáčadlá, jaké lepidlá, alebo jaké účinné látky ponúka na trhu. Nagyon hosszú időbe kerül, míg egy gyomirtószerhez kifejlesztünk egy megfelelő adjuvánst, vagy megtaláljuk az optimális, legjobb adjuvánst egy bizonyos gyomirtószerhez. Így volt ez a Stellar esetében is. Sok munka, kísérleti munka van a mögött, hogy a DAS-t megtaláltuk, mint optimális partner. Veľmi dlho nám trvá a veľmi ťažká úloha je nájsť si optimálneho partnera k tej danej látke alebo k tej danému postreku, nájsť to najlepšie lepidlo alebo adjuvant a práve aj toto, aj táto kombinácia, vývoj tejto kombinácie nám dosť dlho trval. És utána ezt még engedélyeztetni kell, aminek külön időigénye van, ezért kerül most lecserélésre a breakthrough a DAS-ra, mert ezáltal sokkal jobb lesz a gyomirtó hatás. A nie, že veľmi dlho nám trvá vývoj, alebo aj skúmanie, že ktorá látka najviac pasuje, ale veľmi dlho nám trvá aj registrácia toho zmáčadla a teraz kvôli tomu, lebo v Lani ste počuli, že v Lani sme predávali Stellar s Breakom a teraz časom sme prišli na to, že najlepšia kombinácia k Stellaru, alebo najlepší partner k Stellaru je Dash. Ugye az elmélet után menjünk a gyakorlat felé, itt még ugye fel van írva, hogy a DAS rendkívül erős viaszoldó hatású, gyorsítja a topramezon és a dikamba hatóanyag felszívódását, és beszáradás után esőállóvá teszi a kombinációt. Na tomto obrázku vidíme, že prečo práve DAS. DAS vynikajúco rozpúšťa voskovú vrstvu, DAS nám veľmi účinne pomáha dostať tú danú účinnú látku do tej bunkovej membrány, čo sme spomínali, a má vynikajúcu odolnosť voči zmytiu dažďom. Dá sa povedať, že tá postreková kvapalina, keď uschne na rastline, tak je to už nemožné zmyť. Nos, nézzük meg, hogy működik mindez a gyakorlatban. Ez egy optimális kép, így kellene kinézni a gyomnövényeinknek akkor, amikor állományban posztemergensen permetezzük őket, láthatólag még a kenopódiumon sincsen viasz. Takže pozrieme sa na to, jak to vyzerá v praxi. Takto by mali vyzerať, v takejto rastovej fáze by mali byť buliny, ktoré chceme postemergentne zasiahnuť. A keď sa pozriete na obrázok, tak vidíte, že ani na mralíku ešte není vytvorená práve tá vosková vrstva, alebo hrubá vosková vrstva. Sajnos ebben az optimális körülménye ritkán találkozunk, sokkal inkább ismerjük a kenopódiumot fehér levéllel, amikor elborítja a viasz. V praxi veľmi málo kedy sa stretávame práve s takýmito optimálnymi podmienkami alebo rastovej fázy burín. Väčšinou ideme postemergentne do kukurice už vtedy, keď na mralíku vidíte ten biely povlak a ten biely povlak je hrubá vosková vrstva, cez ktorú sa musíme dostať do burín. Vagy a kakaslábfüvet, ami nem csak hogy viaszos, de még kicsi felületet is ad a gyomirtószer felvételére, hogyha szárazság van. Alebo keď sa pozrieme na túto ježatku, tak nie, že sa stočia listy, ale sa vytvorí zase ten hrubý voskový povlak. A veľmi ťažko zasenete tieto listočky, keď sú stočené. Nos, lássuk képeken is, hogy hogy működik a Stellar plus DAS együtt. Teraz sa pozrime aj v skutočnosti, jak funguje kombinácia Stellar DAS aj v praxi. Három nappal a kezelés után láthatjuk, hogy az egyszékűek, itt egy pánikumot látunk, tehát egy köles látunk,
már megadta magát, a közepe teljesen kifejéredett és elhalt. 3 dni po aplikácii, ak vidíte, proso už vidieť stopy odumierania, vidíte, že srdiečko už je odumreté. Ez ugye a topramezon hatóanyagnak a tipikus jele. Toto je práca topramezonu, čo je vynikajúce proti jednoklíšnolistovým burinám. 3 nap után a kétszikű gyomnövényeken, mint ezen az ambrózián, vagy ezen a kenopódiumon, még csak a dikamba jeleit látjuk, a görbülő leveleket. A 3 dni na dvojklíšnolistových burinách, napríklad na ambrózii, vidíme účinnosť dikamby, že tie malé listočky sa stočia. De néhány nappal később már a topramezon jelei is megjelennek a kétszékűeken, látható kifehéredett a közepe, és ez már többet nem fog konkurenciát jelenteni a kukoricánk számára elpusztulni. Takže po týždni vidíte aj účinok topramezónu, keď sa pozrite na túto burinu, tak vidíte, že už srdiečko už úplne odumrelo, vidíte aj vybielenie, vidíte aj lístočky, jak sa stočia. A következő képen két legfontosabb egyszikű gyomnövényünket, tehát a kakaslábfüvet, az echinokloát és a kölest, a pánikumot mutatjuk egymás mellett. Tuto vidíme práve tie dve najdôležitejšie buriny, ježatku a proso, hneď vedľa seba. Láthatólag a stellárdas kombinációnak semmiféle problémát nem jelent a viaszos echinokloa és a szőrös pánikum elpusztítása. Jak tu vidíme, táto kombinácia Stellar Dash nemá problém zlikvidovať buriny tie, ktoré majú hrubú voskovú vrstvu a buriny, ktoré majú aj hrubé ochlpenie. Husté ochlpenie. Ez a kép 2 héttel a kezelés után készült. Láthatjuk rajta, hogy az egyszikűeknek már csak halvány maradványait tudjuk felismerni. Tento obraz bol robený 2 týždne po aplikácii. Tuto dolu vidíme, že jednoklíšnolisté buriny už úplne odumreli. A kétszikűek is erősen pusztuló félben vannak, míg a nehezen írtható kender, tehát a cannabis is. Dvojklíšnolistové buriny tiež odchádzajú, ale na tomto obrázku vidíme, že aj taká burina, taká agresívna burina, jak je kanabis, takisto odumiera po aplikácii tejto kombinácie. A legnagyobb erőssége a stellárdos kombinációnak véleményem szerint mégis a cirzium, tehát az acat. Aj tak podľa mňa najsilnejšia stránka kombinácie Stellar Dash je likvidácia pichliača. Míg erős fertőzés esetén is biztosan számíthatunk rá, hiszen látható a kezeletlen kontrollba az acatnak, tehát a cirziumnak az erős fertőzése, és hogy milyen szépen megoldotta a Stellar Dash. Aj keď máme veľmi zabudený poraz, jak tuto vidíte, kombinácia a aplikácia Stellar Dash nám dokáže takto krásne vyčistiť porasty kukurice. A cirziumnak, tehát az acatnak a viaszos levelén, mint a topramezon, mint a dikamba nagyon jól átjön, hiszen ezen a képen a Stellar Dash hatását látjuk, ezen a képen a topramezonét magában, ezen pedig egy dikamba bent azon kombinációit, ami a dikamba hatást szimbolizálja. Na tomto obrázku krásne vidieť tú dokonalú kombináciu práve steláru s dvoma účinnými látkami, topramezon a dikamby. Topramezon vidíte tuto napravo hore, dikambu tuto dolu, jak účinkuje, a tuto v strede tento veľký obraz je plus k tomu deš, jak dokáže zlikvidovať aj takýto veľký pichliač. A
Stellar plusz DAS kombináció optimális megoldás, erős, két és egyszikű gyomokkal fertőzött kukoricák gyomírtására, mint látható itt a kenopódiumtól, a kakaslábfűvön át mindenféle fűfélék és kétszikű gyomok gyönyörűen kitisztulnak belőle. Aj na tej neošetrenej kontrole vidíte, že jaká široká škála burín sa vyskytuje v kukurici, ale kombinácia Stellar Dash našťastie dokáže nám pomôcť aj v týchto prípadoch a takto krásne vám vyčistí porasty kukurice.